gratulálok minden négy csapatnak, mert szerintem nagyon jó meccseket játszottunk első napon is a kupának. Nagyon magas színvonalok, szerintem szurkolók tudtak élvezni ez az egész, és nagyon örülök, annyi sokan jöttek ma mai meccsen. Ez nem kell elfelejteni, csak alapozás még mindig, és ez a meccseket szolgálnak, edzők, ha próbálnak különféle variáció, különféle játékosok, ha legyenek ugyanolyan időben pályán. És én tudom mondani a mi meccsről, hogy kb. 80 vagy 70% idő alatt elegedett vagyok, hogy játszottunk, de nem szeretném persze, ha adnak ez a holland ügyek, ami történt egy különleges második negyed utolsó pár percekben. Amit még érdekes, kell még gyakoroljunk védekezés, kell jobban használjunk ez a bónusz lehetőség, azt jelenti, hogy csinálunk faulokat, ez a faulokat kellenek, amit én szoktam, mind a fields, nem pedig dobásban, és azt jelenti, van miben fejlődünk, támadásban is jobban kell olvasunk váltás szituációk, de alapul, mikor megnézem globálisan meccs, ha ez, amit ma 60-70%-ban jól csináltunk, ha ezt tudunk átrakni 80-90%-ban, ez már jó lesz, mert következő pénteken már kezdődik a bajnokság. És kijön mindenkit holnapi döntőben, szerintem két magyar csapat van döntőben, ez egy fantasztikus élmény tud lenni, gyertek, szörpöltek, hajrá KSC!